Március 5-én nyílt meg Mizsák Gergő festőművész kiállítása a Vitkovics házban. Ekkor még látogatható volt az intézmény, március 12-től viszont a koronavírus járvány miatt zárva tartanak az egri kulturális és művészeti központ helyei. A tárlat azonban továbbra is bejárható otthonról, digitális formában. Az egerben élő fiatal festőművész hazai és nemzetközi kiállításokon is szerepelt már. Alkotásaival most az online Térben, for szél című tárlatán keresztül ismerkedhet a közönség, az ekmk oldalán többek között a következő gondolatok olvashatók a művekkel kapcsolatban. Mi történik abban az esetben, ha az eladásra szánt dolog nem kézzel fogható, nem ölt fizikai formát, mennyire eladható egy szubjektív gondolat, egy érzés, tudunk-e azonosulni egyáltalán más képzeteivel? A kérdésekre a kiállítás adhat választ, amely digitálisan a www.ekmkeger.hu weboldalról érhető el.